Vadak Láncse Végen címmel nyílt kiállítás szombaton a Halis István Városi Könyvtárban. A tárlat az állatvédelmi téma hét záró eseménye volt. A bibliotéka egy fiatal tehetség, kis Florentin amatőr természetfotós számára biztosított lehetőséget a bemutatkozásra. Számos programmal találkozhattak az érdeklődők az elmúlt két hétben a könyvtárban, amelyek zömét a gyerekek számára szervezték. A szombati kis Florentin munkáit bemutató kiállítással azonban a felnőttek számára is szerették volna vonzóvá tenni a programsorozatot. A fiatal fotós elmondta, gyerekkora óta a fényképezés a hobbia, a vadállatok megörökítése viszont később kezdte motiválni. Ez nem volt tudatos dolog, ebbe lényegében mindennapok minden napok vittek bele. Meg hát ugye láttam sok ember fotós képét, akik hivatásszerűen csinálják ezt, és megtetszett a munkájuk, ezek inspiráltak, és végezetül minden napjaim részévé vált. Minden délután, minden hétvégén próbálom úgy alakítani az időmet, hogy azért jusson erre is idő kis Florentin korábban iskolás gyerekeknek is tartott előadást, amelynek során beavatta őket a fotózás folyamatába. Bognár Csilla, a könyvtár csoportvezetője arról beszélt, a tematikus programokkal az állatvédelemre való felhívás volt a fő cél, ezzel a kiállítással pedig a természet kevésbé látott szépségeit is igyekeztek megmutatni. A természetbe, ha az ember kimegy, nem csak ugye szépséggel, hanem azért veszéllyel is találkozik. Ezért próbáltuk ennek a, a, a lényegére felhívni a figyelmet a képek kapcsán, és hát azért, hogy egy, egy fiatal amatőr természetfotost is bemutassunk a nagy közönségnek, elindítsuk egy úton. A témahéten nagy volt az érdeklődés a gyerekek körében, akik számos élménnyel gazdagodtak a programokon.